Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. A vértanúkra emlékeztek, a szabadság eszméjét tovább kell adni az utókornak. A top források 90%-át már lekötötték, a cél, hogy mindenki a lakóhelyén boldogulhasson. Szeretlak, Tolna megyében egyedülálló lakóotthon épül Kaposszegcsőn. Akadályverseny, gránátdobás, lövészet, rendészeti verseny Szekszárdon. A Tolnatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az 1848-as forradalom mártírhalált hat tábornokaira emlékeznek szerte az országban. A szekszárdi rendezvényen a gyakorló iskola diákjainak műsorát követően koszorúzták meg a 48-as emlékművet. Ács Rezső polgármester azt mondta, a szabadságért való küzdelem eszméjét át kell adni a következő nemzedéknek is. A kadétiskola tanulói emlékfutással tisztelegtek a hősök emléke előtt. Hol sírjaink domborulnak, unokáink repülnek, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Az I.S. Gyula Pedagógiai Főiskola gyakorlóiskolájának műsorával emlékezett a közel 500 fős, elsősorban a városiskolásaiból álló tömeg az aradi vértanúk tanúság tételére. A program részeként a város vezetői, a honvédség képviselői és az iskolások koszorúzták meg a 48-as emlékművet, és kötötték fel a gyász és emlékezés szalagját. Ács Rezső polgármester azt mondta, a mai gyerekek számára a szabadság természetes dolog, ezért kell emlékeztetni és megtanítani őket arra, hogy ezt is meg kell védeni. A 13 férfi kiállt az elveim mellett, kiállt amellett, hogy Magyarországnak szabadnak és függetlennek kell lenni, és ezért az életeket is áldozták. Én azt gondolom, hogy ezt az örökséget, ezt nagyon meg kell becsülni, teljesen mindegy, hogy hány száz év múlva ünnepeljük, pontosabban emlékezünk erre a napra. Ennek az üzenete ez mindig hozzánk szól, és mindig hozzánk is fog majd szólni. És a fiatalok szempontjában, a gyerekek szempontjában még különösebb jelentősége van, hiszen ők talán már nem nagyon értik, hogy mit jelent az, hogy nem szabadság, vagy nincs szabadság, hiszen ők gyakorlatilag ebben nőnek fel. Az aradi hősökre emlékeztek a honvédelmi szervek képviselői a szekszárdi katonai igazgatási és érdekképviseleti iroda emléktáblájánál. A koszorúzáson részt vett Horváth Kálmán kormány megbízott is. Ezt követően csatlakozva az országos kezdeményezéshez a kadétiskola tanulói részt vettek a laktanyafutás elnevezési akcióban. A Pákozdi csata emlékére szeptember 29-e a Magyar Honvédség hivatalos ünnepe. A 170. évfordulóra egy egész éven át tartó eseménysorozatot szerveztek. A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége is csatlakozott ehhez a programhoz. Ennek keretében csatlakozva az aradi vértanúk emléknapjához október 5-én 6-án országszerte megszerveztük ezt a úgymond kaszárnyafutást, ami emléket állít a megyékben meglévő katonai objektumoknak szolgáló katonáknak, ugyanúgy, mint a 48-as, az első és a második világháború hőseinek. A területfejlesztési operatív program Tolna megyei forrásainak több mint 90%-ára már megkötötték a szerződéseket, mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke Szálkán. A 2020-ig tartó projektben 27,5 milliárd forintot költhetnek zömmel a kis települések fejlesztésére. Már dolgozik a markológép a Bátaszéki Ipari Park kialakításán, csak néhány kép a legújabb Tolna megyei projekt indulásáról. Különböző fejlesztési irányok mentén 146 olyan program valósulhat meg a következő időszakban, amit a Tolna megyének szánt 27,5 milliárd forintból finanszíroznak. Ezek egy része már el is készült, a java azonban még most jön. A források több mint 90%-át már lekötötték, mondta Fehérvári Tamás Szálkán a Tolna megyei önkormányzat sajtótalálkozóján. Már több településen átadtunk különböző létesítményeket, különböző fejlesztések zajlanak, hihetetlen jó fog kinézni a történet, és valószínűleg ez a fejlesztés sorozat, ez a megye gazdasági életében, sőt az emberek életében is pozitív változást hozhat, lehetőségeket bővít, munkahelyeket teremt,
pénzt hoz a megyébe. A fejlesztési program nem a nagyvárosokra fókuszál, hanem inkább a kisebb településekre. Bölcsödék, óvodák, házi orvosi rendelők újulnak meg, sok helyen pedig ezek mellett a helyi gazdaságot is erősítik. Nem titkolt szándék elérni, hogy mindenki a lakóhelyén boldogulhasson. Ezek apró lépések lesznek, nagyon-nagyon hosszú az út, és nagyon-nagyon sok ellenhatás érvényesül a mai világban ennek a tervnek a megvalósítása mentén. Küzdünk azért, hogy megmaradjon minden érték itt Tolna megyébe, sőt, számos érték hazakerüljön Tolna megyébe, és Tolna megyei értékeket tudjunk továbbra is fejleszteni, és a Tolna megyében élő embereknek a jó érzést, a kellemes közeget, a jó lakhelyet biztosítani. A mostani programok 2020-ig szólnak, a vidékfejlesztés a jövőben kormányzati szinten is folytatódik a Magyar Falu programmal. Speciális lakóotthon nyílik Kaposszegcsőn, a Szeretlak névre keresztelt intézmény 12 fogyatékossággal élő fiatal számára biztosít majd önálló életet. A megyében elsőként hoztak létre támogatott lakhatású otthont a halmozottan hátrányos helyzetű, sérült fiataloknak. Várhatóan jövő év elején nyit meg az otthon, a lakók kiválasztása még folyamatban van, a jelentkezés egyelőre nem zárult le. Ez a kétszintes ház lesz a lakhelye azoknak a sérült fiataloknak, akik életük végéig otthonra találhatnak-e falak között. A 160 négyzetméteres, háromszintes családi házban 5 kettőszemélyes és 2 egyszemélyes szoba, tágas nappali és étkezőkonyha, mozgássérültek számára kialakított fürdőszoba szolgálja a lakók kényelmét. Parkosított udvar, kert, gyümölcsfák a 40 négyzetméteres melléképület sok lehetőséget kínál. Az otthon megálmodója egy apuka, Tejbert Csaba, aki elsősorban 24 éves fiát szeretné biztonságban tudni. Fia jelenleg egy átmeneti lakó otthonban él, ahol csupán 2 évig maradhatnak a lakók, így végleges, biztonságot jelentő megoldásnak nem tekinthető. Ezért érezte úgy Tejbert Csaba, hogy saját kezébe veszi a dolgok irányítását, és ő hoz létre egy olyan otthont, ahol folyamatos ápoló gondozói felügyelet mellett méltó körülmények között élhet majd fia is, mikor ők már nem tudnak róla gondoskodni. 12 fő különböző sérültségű fiatal lesz majd a lakója. Itt töltik, aki úgy szeretné az életüket teljes mértékben, ez lesz az otthonuk. Lesz majd 24 órás felügyelet, szolgálat, ahol gyakorlatilag középsúlyos és halmozottan sérültek lakóotthona lesz. Enyhébb sérültségű fokú fiatalokat is nagyon szívesen befogadunk. A korhatárt 40 évbe húztuk meg. A ház felújítása a nyáron véget ért, januártól pedig be is költözhetnek a fiatalok. A lakók életét 4-5 ápoló, gondozó segíti majd. A lakó otthon működtetője a Kerekes Szabadság Alapítvány. Akik most olyan haladó gondolkodású családok jelentkezését is várják, akik családban nevelik sérült gyermekeiket, de szeretnének biztonságos otthont találni számukra, ahol hasonló fiatalok között lehetnek. A lakóotthon magánerőből épült, sok más hasonló intézménnyel szemben a Szeretlakban nincs időkorlátozás az ott lakó fiatalok számára. A januártól beköltözhető otthonba folyamatosan várják a jelentkező családokat. 300 évvel ezelőtt alapították meg a bátaszéki plébániát. Óriási jelentőségű eseménynek számított, hogy az egyházmegye püspöke úgy döntött, saját pásztort kell kapni a bátaszéknek, és nem kívülről érkezik az ige hirdető, mondta Udvardi György pécsi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia alelnöke, aki ezen az évfordulón, valamint a Nagyboldogasszony plébánia templom felszentelésének 115. évfordulója alkalmából tartott ünnepi szentmisét bátaszéken. Udvardi György a közelmúltban Írországban vett részt a családok kongresszusán. Azt mondja, bár jelentős változáson megy keresztül a világ a modern technikai eszközök révén, a család nincs válságban, az ember van válságban. Amikor az ember nem gondolja, hogy lehet bízni önmagában, másikban, ilyen modellek viszont gyengítik az embernek az elgondolását jövőről is, családról, gyermekvállalásról. Természetes, hogy azokat a sémákat, amelyeket nagyon sokszor a társadalom elébénk tár, hogy ez alapján értelmezheted a társadalmat, ezeket kerülni kell. Öleld át a könyvtárat címmel szerveztek a Bonyhádi Könyvtári Hét keretében akciót a város iskolásainak részvételével. A gyerekek láncot alkotva kerítették be a Solymár Imre városi könyvtárat. Gyertek! Szükség volt minden kézre ahhoz, hogy a gyerekek körbe kerítsék a Solymár Imre városi könyvtárat.
Az intézmény vezetői a Széchenyisek és a Petőfi Gimnázium gyakorlóiskolájának diákjainak segítségével alakították ki a kört. Selna Gyerika intézményvezető azt mondja, már az óvodásokat is megpróbálják bevinni a könyvtárba annak érdekében, hogy így népszerűsítsék az olvasást és magát az intézményt. Ezzel az volt a célunk, hogy kicsit figyelemfelkeltő legyen, könyvtárunkat ugye jobban reklámozzuk a lakosság fele, tehát hogy jöjjön az olvasóink létszáma, illetve a könyvtárhasználók száma. Az országos könyvtári napok részeként több kiállítás és előadást is bonyolított a Solymár Imre könyvtár. Ennek a programnak volt különleges eseménye, ez a flashmob. Akadályverseny, gránátdobás, légpuskalövészet, húzóckodás, ilyen és ehhez hasonló feladatokban mérték össze fizikai állóképességüket Tolna megye rendészeti szakközépiskolás tanulói a Percelmór rendészeti versenyen, Szekszárdon. A légpuskalövészet volt az egyik, az akadályverseny, gránátdobás volt a másik feladat, amit a leginkább vártak a Tolna megyei szakközépiskolások a Percelmór rendészeti versenyen. A fizikai megmérettetésre a diákok hetek óta készültek. Fekvőtámasszal készültünk, hasizommal, lógackodás, futásokkal, és hát itt lesz fegyverrellövés, meg hát ilyen futás-lógackodás. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság harmadik éve rendezi meg a rendészeti versenyt, amire idén 10 csapat, 40 Tolna megyei rendészeti képzésben résztvevő középiskolás érkezett. A fizikai erőnlét mellett elméleti tudásukról is számot adtak a rendőrnek készülő diákok. Aki a rendészeti pályára készül, annak megfelelő fizikai állapotban kell lenni, tehát ezeken a versenyeken fogják ők most összehasonlítani azt, hogy ki pontosan milyen fizikai állapotban van. A rendészeti versenyt, ahogy az elmúlt években is, a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola csapata nyerte meg. Binder Károly a magyar jazz élet kiemelkedő személyisége, együttese a Szekszárdi Művészetek Házában adott nagy sikerű koncertet, melynek különlegessége az volt, hogy elegyítette a jazz és a hagyományos magyar népzene értékeit. A Retropolis 2 című albumon vendégszerepelt többek között Zsikó Zoltán és Pál István Szalonna is. A szekszárdi bemutató koncertről jövő csütörtöki Kultúrszoba című műsorunkban láthatnak beszámolót. Regionális híreink következnek. Nemzetközi üzletember találkozó, 18 országból több száz lehetséges gazdasági partner érkezett Pécsre. Háztartási alkalmazottak, népszerű foglalkoztatási forma, de kötelezettségekkel jár. A katonai pályát népszerűsítették Haditorna Somogy megyében. Szigetvár a fejlődés útjára lépett, mondta Nagy Csaba. A terület országgyűlési képviselője a településen megvalósuló fejlesztésekről elmondta, uniós, kormányzati és megyei forrásokból szépülhet meg a város, így például a terület és településfejlesztési operatív program keretében közel 1,5 milliárd forintot használhatnak fel. Ebből az összegből megújulnak a szigetvári óvodák és bölcsödék, új kerékpárút, valamint körforgalom épül, illetve a sportcsarnok és tanúszoda energetika korszerűsítését végzik majd el, de akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet is épül, emellett a család és gyermekjóléti központ bővítése is a tervek között szerepel. 1,4 milliárd forint érkezett összességében az Rényi Várhoz köthető felújításokra és a különböző kutatásokra, a programokra, és nagy örömünkre szolgált, amikor Ákosi Balázs államtitkár úr bejelentette a 640 millió forintos szintén magyar kormány által biztosított és az unió által biztosított források vonatkozásában megnyert pályázatot, ami azokat a célokat szolgálja, ami a turizmus fejlesztés vonatkozásában nagyon régen hiányzott már a városban. A dél-dunántúli gépipari klaszter ülésével kezdődött a nemzetközi üzletember találkozó a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseményen részt vett a holland nagykövet is. Délután közvetlen üzleti tárgyalásokat folytattak helyi cégek a lehetséges külföldi partnereikkel. Ez az Open for Business csütörtök reggeli rendezvénye. A gépipari klaszter cégeinek képviselő és külföldi üzletemberek találkoztak az Iparkamara székházában. Az az idő elmúlt, amikor nagy befektetőkre várhatunk itt Pécset, viszont helyébe egy olyan szempont lépett, és a kamara ebben partnerünk, hogy cégeknek,
hogy a kis és középvállalkozásoknak a nemzetközi és magyarországi kapcsolatait dinamizáljuk. Idén a Holland Királyság nagykövete is részt vett az eseményen. Hollandia is keresi azokat a gépipari cégeket, akik elsősorban gépipari alkatrészgyártókként partnerei lehetnek. Mármint egy 850 holland cég fektetett be Magyarországon különböző tevékenységekbe, és ők is folyamatosan keresik a további együttműködési lehetőségeket. Pécs sokáig gazdasági központ volt a 19.-20. században. Ezt a szerepét a rendszerváltás után elvesztette, mondja a helyi kamara elnöke. Meg kell próbálnunk ezt a szerepet visszavenni, és ez a Open for Business évek óta megrendezett üzletember találkozó ezt a célt szolgálja. Nagyon sok országból, 200 országból sok száz üzletember jön el, és több száz üzleti találkozó tárgyalást folytatunk. Indiától Hollandiáig nagyon sok helyről vannak vendégeink. Összesen 18 országból érkeztek üzletemberek Pécsre. Csütörtök délután ők a helyi cégek képviselőivel tárgyaltak konkrét üzletkötési lehetőségekről. Az egyik legegyszerűbb munkavállalási forma a háztartási alkalmazott foglalkoztatása. Erről beszélt Barlai Krisztina. A NAV Baranya megyei sajtóreferense elmondta, ezt a fajta foglalkoztatást mindenképp be kell jelenteni, akár rövidebb, akár hosszabb ideig áll fenn a megbízás. A munkából származó jövedelmet nem kell a bevallásban feltüntetni, sem a munkáltatónak, sem az alkalmazottnak. Mulasztás esetén azonban a foglalkoztató 100 000 forintig bírságolható, ha kötelezettségeinek nem tesz eleget. Takarítás, főzés, gyermekfelügyelet, otthoni gondozás, csak néhány háztartásbeli munka. Ezeket a feladatokat alkalmazottak is elvégezhetik. Fontos kiemelni, hogy csak természetes személyek dolgozhatnak ilyen formában, tehát az erre szakosodott vállalkozások és cégek nem tartoznak ebbe a foglalkoztatási körbe. Ha azonban ilyen alkalmazottat fogadunk, azt be is kell jelenteni az adóhivatal felé, mégpedig telefonos vagy elektronikus úton. Ilyenkor több személyes adatot is meg kell adni. A foglalkoztató adóazonosító jelét, mindenképpen a foglalkoztatott adóazonosító jelét és tajszámát, és a foglalkoztatás kezdetét. Most abban az esetben, hogyha hosszabb időtávra történik ez a foglalkoztatás, és mondjuk ez átnyúlik egyik hónapról a másikra, akkor azt egy bejelentés keretében meg lehet tenni. Viszont abban az esetben, hogyha egy-egy napokról van szó, tehát nem egy hosszabb foglalkoztatási időszakról, akkor havonta mindig meg kell tenni ezt a bejelentést. A beadványt módosítani is lehet, de csak 24 órán belül. Ilyenkor a foglalkoztató még visszakapja az előzetesen befizetett 1000 forintos regisztrációs díjat, melyet egyébként havonta újra meg kell fizetni. A foglalkoztatott után nem kell járulékot, sem adót fizetni, ha a bejelentés szabályos. Valamint a munkából származó jövedelmet nem kell a bevallásban feltüntetni sem a munkáltatónak, sem az alkalmazottnak. Mulasztás esetén azonban a foglalkoztató 100 000 forintig bírságolható, ha kötelezettségeinek nem tesz eleget. Lőttek, földön kúsztak és történelmi kérdésekre is válaszoltak a diákok az országos haditorna Somogy megyei döntőjében. A rendezvény célja, hogy megismertessék és vonzóvá tegyék a katonai pályát. Fegyverösszeszerelés, lövészet és 400 méter futás. Ezek voltak a leghangsúlyosabb feladatok a 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred laktanyájában szervezett haditornán. A középiskolás fiatalok többsége hetekig készült a megmérettetésre. Igazából felkészülésünk az tökéletes volt, eddig nem találtunk nehézséget benne. Az a futásnál lesz a fegyveres futásnál, a 400 métert, azt kell nagyon meghúznunk, és akkor lehetséges a győzelem is. Az országos versenysorozat kaposvári megyei döntőjén 8 kötelező és 4 szabadon választott feladat várt a résztvevőkre. A megmérettetésen 2 lányokból álló csapat is fegyvert ragadott. Szerettük a kihívásokat, és álltunk elébe, bármi nehéz lesz. A fiatalok között volt, aki csak próbára szerette volna tenni rátermettségét. Ez csak egy érdeklődés volt, megláttuk, megtudtuk, hogy mi lesz, és akkor kipróbáljuk, de nem számítottunk, hogy ilyen lesz. A siófoki, tabi, kadarkúti és fonyodi csapatok között azonban van, aki tudatosan erre a pályára készül. Utolsó évünk, ugye az érettségi évben vagyunk, ha sikerül az érettségi, akkor szeretnék vagy tiszti, vagy altiszti, én a vonalon tovább tanulni.
A megmérettetés célja amellett, hogy a honvédséget népszerűsítik, a sportos életre való nevelés is egyben. A gyerekek ne álljanak, hanem tényleg mozogjanak, mert a mai napnak ez a célja, hogy egy kicsit átmozgassuk őket, a telefonok elől elvegyük őket, és egy kicsit a honvédséggel és a sportos életmóddal ismerkedjenek. A Magyar Honvédség nem csak a középiskolásokat szólítja meg, hiszen egész évben toboroznak. A tapasztalatok szerint pedig egyre többen választják a katonai hivatást. Folyamatosan látom, hogy ha nem is stagnál, mindig emelkedik, de a stagnációt is arra mondanám, hogy mindig közel 100 fő jelentkezik, aki csak szerződéses katonai szolgálatra jelentkezne, és most tavasszal beindult a önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer, ebbe pedig mondhatom, hogy országosan is az egyik legjobbak között vagyunk. A katonai pálya tehát egyre népszerűbb a fiatalok körében, tette hozzá Horváth Jenő. A haditorna országos megmérettetését egyébként tavasszal szervezik, ahol egy somogyi csapat is részt vehet a legjobbnak járó elismerésért. Végül nézzük, miről szólt a híradó. A vértanúkra emlékeztek, a szabadság eszméjét tovább kell adni az utókornak. A top források 90%-át már lekötötték, a cél, hogy mindenki a lakóhelyén boldogulhasson. Szeretlap, Tolna megyében egyedülálló lakóotthon épül Kaposszegcsőn. Akadályverseny, gránátdobás, lövészet, rendészeti verseny Szekszárdon. Hétvégén tovább melegszik a levegő, a napsütés felett vasárnap már a felhők veszik át az uralmat. Előfordulhat egy-egy záporeső, a legmelegebb órákban 24 fok sem kizárt. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!